Dob meg basszus és egy kis balett. Két gála, két témára. Ez a mai kultúrkorzó. Köszöntöm Önöket. 23. alkalommal pattogtak az ütők a kifeszített membránokon, s szólt a jazz Cegléd egyik legnevesebb rendezvényén. A Nemzetközi Dobos és Ütős Gála 1993 óta fóruma a dobos szakmának. A hagyományoktól eltérően azonban az idén témájában és helyszínében is változott a rendezvény. A helyszínen jártunk. Minden rendhagyó a mai este. Itt az eddiekkel szöges ellentétben egy zenekar és egy dobos játszik. Na de hát akkor miféle dobosgála ez? Olyan dobosgála, hogy tavaly ünnepelték a világ valahaért leghíresebb amerikai jazz dobosának, a Buddy Richnek a születésének a 100 éves évfordulóját. És mivel én tavaly nem rendeztem dobosgálát, én csak a 101-et tudom már idén megünnepelni. Ő egy olyan kivételes egyéniség volt, másfél éves korától kezdve benne volt az amerikai zenei életben, 6 évesen már földetekből álló big banddel önálló amerikai turnéra indult, szóval történelmet írt, iskolát teremtett, és a mai napig ő a 0 kilométerkő, ha jazz dobolásról beszélünk. Buddy Richet ezen az estén egy neves New York-i dobos személyesítette meg, aki nagy megtiszteltetésnek érezte a felkérést. Daniel Glass egy évvel ezelőtt járt már Cegléden, amikor egy pesti koncert után kíváncsiságból meglátogatta a világ egyik legnevesebb dobmúzeumát. Maga is kutatja a kiváló dobosok életét, munkásságát és magát a hangszert, így elvarázsolt a Kármán Sándor kivételes gyűjteménye. Buddy Rich pedig sok más dobossal együtt neki is az egyik legnagyobb példaképe. Ezután már nem lehetett kérdés, hogy elfogadja a felkérést. A világ valahaért legnagyobb dobosát megszemélyesíteni azonban nem egyszerű feladat. Buddy Rich félelmetes energiával, ördögi sebességgel és tökéletes precizitással játszott. Mindeközben iskolát teremtett és történelmet írt. Daniel így nyilatkozott róla. Minden dobos hozzáállását befolyásolja, ha Buddy Rich zenéjével kell foglalkoznia. Én, mikor először láttam Buddyt videón, az a pillanat megváltoztatta az életemet. Azt gondolom, Buddy Richet nagyon szeretik az emberek, mert nagyon fejlett technikával rendelkezett, és megpróbált mind magasabb szintet elérni. Hatására te is megpróbálod kihozni magadból a legjobbat. Én is ezt teszem, és ez egy nagy kihívás számomra, egy érdekes kihívás is egyben, hiszen Buddy Rich zenéje nagyon energikus és nagyon ütős. Őt játszani öröm a dobosoknak. Buddy Rich music is tremendously exciting, so much energy, you know, and very strong. So that's fun for a drummer. Thank you.
Daniel sokat kutatott és megismerte Buddy pályájának minden mozzanatát. A gálára maga készített képes beszámolót a példakép életéről. Ahhoz pedig, hogy minél hitelesebben megszemélyesíthesse őt, nem csak ismernie, a technikáját elsajátítania, hanem az egykor élt legenda szellemiségét is át kellett vennie. Amikor eldöntöttem, hogy Buddy Rich zenéjét játszom, finomítanom kellett a saját stílusomon, technikámon, nagyon nehéz, kemény zenei stílus, ami mellé át kell venni a személyiségét. A legtöbben ezt meg sem próbálják, csak játsszák és megpróbálják átadni az életérzést. Én nem így tettem, pedig az elején nem volt egyszerű feladat, ehhez kell felnőni. A világ legjobb dobosai játsszák Buddy Rich zenéjét. Én nem érzem még magam teljesen felkészültnek, és bár sok öröm van benne, úgy gondolom, nem nőttem még fel hozzá teljesen, de mindent megteszek érte. Keményen dolgozok, és megpróbálok felérni a mágikus Buddyhoz. It makes me a better drummer to work so hard to try to capture just a little bit of Buddy's magic. A Nemzetközi Dobos Gálán Kármán Sándor rendező, múzeum tulajdonos jóvoltából az egykori sztár eredeti dob felszerelését is megszólaltathatta Daniel Glass. S hogy a 101 éves évforduló még teljesebb legyen, a legenda saját formációját, Big Bandjét is megidézték, mégpedig a neves Budapest Jazz Orchestra tagjai. Úgy érkezett Kármán Sándortól a felkérés, hogy egy amerikai dobos fog a idei dobosgálára érkezni, és Buddy Richnek szeretnének emléket állítani. Buddy Rich egyike volt azoknak a dobosoknak, akinek a legismertebb formációja a saját Big Bandje volt, és hát nagyon nagy örömmel játsszuk ezt a zenét, nyilván az a fajta zenekari felállás van a központban, amit mi képviselünk, nem kell hozzányúlni semmihez, eleve így készültek el ezek a zenék, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt számunkra. És mennyire volt ismerős a repertoár, tehát az ő általuk játszott számunk zenék, azok benne vannak a köztudatban, vagy azért utána kellett nézni? A zenekar megalakulásakor elég sok eredeti hangszerelést megvettünk, és a Buddy Rich Big Bandtől is volt öt olyan szám, ami egy kivételével bekerült a ma esti műsorba, tehát nagyjából az első szedben játszunk kifejezetten a Buddy Rich Big Band műsorából, és ennek a fele nekünk megvolt, a másik felét pedig hozta Daniel Glass, aki az estének a sztár szólistája a dobokon. És ahogy a szólistától, úgy a pesti Big Bandtől is külön felkészülést igényelt az este repertoárja. Alapvetően arról van szó, hogy ilyenkor, mivel hosszú időn át minden egyes számban egy játékmódot kell megjeleníteni, ami nem a sajátunk, mert nyilván mi alapvetően másképp játszunk, hát ez plusz munkát igényel, tehát meg kell hallgatni őket, le kell venni azokat a zenei megoldásokat, amiket ők konzekvensen használnak, tehát ilyen értelemben a felkészülés más. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az előadó művészet az valahol egy élethosszig tartó tanulás, és ezek azok az esték, amik hála Istennek tálcán kínálják a lehetőséget, tehát akkor nem kell keresni az embernek, hogy ja Istenem, most mit csináljak, hogy majd később még jobb legyen, hanem ha felkészülünk egy ilyenre, akkor az az egész zenekart összerántja egy kicsit, és nagyobb hatásfokkal játszik hosszú ideig. Az estét Urbán Orsi jazz énekes hangja tette még színesebbé. Be smart, behave my heart. Don't upset your car when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat, he's so close for comfort. Too close for comfort. Not again, too close. Just when to say when I be firm, but be fair, be sure, but beware. On your guard, take care while there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Smart, behave my high heart. Don't upset your card when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet.
on your gun to get it so close for comfort. Ooh, please, not again. Just went to save it. Be firm, but be fair. Be sure, but beware. On your guard, take care out of such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for cover now. Be fair, be sure, but beware. On your guard, take care. Why there's such temptation? One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort. Too close for comfort. Már hagyomány, hogy a Mozdulat Táncműhely táncosai záróvizsgájukként egy balettgálán mutatják meg, hová fejlődtek az elmúlt esztendőben. Az alkalom ünnepélyességét növeli, hogy a kis balerinák a Szolnoki Szimfonikus Zenekar élő játékára lejthetnek. Az idei év azonban egy különlegességet is hozott. Szit Melinda balettmester 11 éve hívta életre a Mozdulat Táncműhelyt, amelyben 4 éves kortól tanulhatnak a növendékek. Több tanítványa már a Táncművészeti Egyetem hallgatója, de elkerülve városunkból a nagyobb korosztály, illetve felnőtt baletttáncos nem igen áll szolnoki színpadon. A Szolnok Balett egyrészről pont ezt az űrt hivatott betölteni. Ezen az estén első megmutatkozási lehetőségként Prokofiev Rómeó és Júlia balettjének két tételét a Táncművészeti Egyetem növendékeitől láthatta a közönség. A szakmai munkát segítendő koreográfusként volt jelen Bajári Levente, városunk szülöttje, aki maga is itt kezdte pályafutását. 10 évesen került fel Pestre, ma pedig már a Magyar Nemzeti Balett vezető szólistája. A Melindát egy jó pár éve ismerem, és ő keresett meg ezzel a lehetőséggel, hogyha már én is ugye ennyire Szolnokhoz kötődöm, akkor talán egy kicsit kulturálisan is dolgozzunk együtt, és hát a koncertprogramot már ismerem, szóval tudom, hogy régóta működik ez az előadás, és nagy örömmel vállaltam el, főleg, hogy nekem ugye már egy jó pár éve koreográfusi ambícióim vannak, és gyerekekkel is szoktam dolgozni, úgyhogy nagyon örültem, amikor megkeresett, különösképpen, hogy ugye amikor megtudtam, hogy a zenekar ugye Prokofiev és Júliájából játszik részleteket, mert ez különösen nekem egy nagy kedvencem, hiszen az Operaházban 15 évig táncoltam Rómeó szerepét, ugyan az ugye Seregi László utánozhatatlan darabja és koreográfiája volt, de ez egy nagyon jó lehetőség és kihívás nekem, hogy erre készítettem koreográfiát. Ez az első alkalom a megmutatkozásra. Mi várható ezután? Mire készülhetnek a szolnoki nézők? Hát én nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása, sőt, már tudom is, hogy lesz. Elárulhatom, úgyhogy izgatottan várom
következő előadásokat, és hát mindig próbálunk mindig egy kicsit többet és többet csöpögtetni, illetve hát szeretnék majd az itteni iskolával is együtt dolgozni, és hát remélem, hogy felnőtt művészekkel is majd a jövőben fogunk tudni olyan magas színvonalú előadásokat létrehozni, és megmutatni azt, hogy tulajdonképpen ennek a pályának milyen szépségei vannak, és hogy igenis, hogy Szolnokon is élhet a kultúra nagyon erőteljesen és magas színvonalon. A Szolnoki Szimfonikus Zenekarral való közös munka a profi táncost is inspirálja, sőt, talán a helyszínt is szebbé varázsolja. Mi nagyon örültünk, mikor ugye meghallottuk először a zenekart, hiszen ugye eddig Magnóra dolgoztunk a próbákon, és hát az élő zene varázsa az ugye rögtön teljesen más hangulatot teremt, úgyhogy én úgy láttam, a gyerekek is sokkal intenzívebben, sokkal nagyobb élvezettel voltak jelen, és lesznek jelen, bízom benne. Gyönyörűen szól a zenekar, és azt kell mondjam, hogy szerintem tökéletes helyszín, és azt hiszem, hogy megadja a hangulatát, és ez már csak a nézők és a család, barátok képzelő erején múlik, hogy mennyire tudják ők ezt az egész történetet ide belegondolni, de szerintem működni fog. Eddig a Táncművészeti Egyetem hallgatóival dolgoztál. Esetleg a következőkben van tervben, hogy mondjuk a következő előadásokban mozdulattáncműhely egy-egy kiemelt tehetséges fiataljával is dolgoznál? Mindenképpen, ugye mi már ezt korábban a kezdetektől így beszéltük a Melindával, hogy ez lenne a terv, hogy minél több szolnoki tehetséget mozdítsunk meg, és dolgozhassunk együtt. Ez ugye sokszor szervezés kérdése, de azt hiszem, hogy nincs lehetetlen, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez meg fog valósulni. Magyarországon nemzetközileg is elismert magas szintű balettoktatás folyik. A Táncművészeti Egyetemre a világ minden tájáról érkeznek hallgatók. Most már ugye az egyetemen is egyre sokrétűbb az oktatás, és ugye ott is megnyíltak a kapuk, ugye mint ahogy az EU kapcsán is, szóval sokkal egyszerűbb most már ugye itt tanulni, és nagyon sok külföldi növendék érkezik különben Budapestre, pontosan azért, mert nagyon jó híre van az iskolának, és elég erős ugye az oktatási rendszer, szóval itt azért egy magas minőségű képzést kapnak. Itt most, akikkel én dolgozom, a Roma és Julia duettből a fiú Giorgio például egy olasz származású fiú, de a párnatáncból is vannak mindenféle nemzet, van egy japán kislány, egy japán fiú, de van például egy szlovén lány, szlovén fiú, és hát természetesen magyarok, szóval elég vegyes a csapat, de érdekes volt különben, ugye így a munkafolyamat is egy picit ugye általában angolul zajlik, de ez nem okozott gondot, és úgy érzem, hogy át lehet adni mindenféleképpen ezt a tudást, meg azokat a dolgokat, instrukciókat, amiket az ember így előre elképzel, és hogy egy sikeres előadást hozzunk létre. Egy ilyen előadás pedig nem csak a nézőknek, de a Szolnokon tanuló fiataloknak is élményt, motivációt nyújt. Ezt figyeltem meg, különben nagy érdeklődéssel várták, ugye itt a délutáni próbán már lehetett látni, hogy elbújtak itt az asztap mögül, a székek mögül leskelődtek, tehát nagyon kíváncsian figyelték, és hát biztos, hogy sokat lehet tanulni egymástól, szóval azért is jók ezek az előadások, mert lehet látni azt, hogy hova lehet fejlődni, szóval hogy ez az egész szakma tényleg hova vezet, hogyha az ember tényleg alázatosan, szorgalmasan áll hozzá. És én úgy gondolom, hogy meg fogják nézni egymást, biztos vagyok benne, hogy kíváncsiak, és ez lehet egyfajta inspiráció, vagy ez sarkalhatja esetleg őket később, hogy picit komolyabban is foglalkozzanak esetleg a tánccal.
Ez volt a Kultúrkorzó mára. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! A szolnoki kulturális műsorok támogatója a Stadler Real csoport. Stadler, a sínen jár.